Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, Runotrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Barta Tusek Nibolya vagyok, PPH igazgató. Barta Tusek János, PPH igazgató. Tekeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom eredendően vasesztergályos volt, aztán elmentem kamionsofőrnek, meg még vagy tucat szakmát próbáltam, még nem, szembe jött a spirituális témák, jöttek szembe velem, és elkezdtem spiritualitással, meg ezotériával foglalkozni, ami több tíz évvel ezelőtt volt. Egy idő után olyan volt, mintha besokaltam volna az egésztől, és mondtam a feleségemnek, hogy már nem megyünk sehol, mindent ugyanazt mondják. Ekkor a Facebookon szembe találkoztam egy PPH-s hirdetéssel, Szledlacsik Miklós fényképével. Rákattintottam a hirdetésre, volt egy link, beregisztráltam, beszéltem a Szledlacsik Miklós feleségével, és másfél hét után befizettem a tandíjat, ez 14 októberben volt. Azóta vagyunk PPH-sok, és életem legjobb döntése volt, hogy azt megtettem akkor. Bár nem tudtam, hogy mi kezdődik el. Ez így van. És ezért is kezdtünk el tanulni, ezért kezdtünk el fejlődni. Ennek ugye a végeredmény itt állhatunk színpadon, és házigazdák lehetünk. Ez egy nagyon szép, jó pár nagyon szép év van mögöttünk, és még sok van előttünk. Hát... te jössz. Az én civil foglalkozásom rendőrök kereskedelmét végeztem, és a párom, mint ahogy elmondta, PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk most már. Mi Gyulán élünk, házasságban, van egy 14 éves kislányunk. Igazából a Nyílt Akadémiát én is ezért kezdtem el, mert valóban nagyon sok fele elmentünk, spirituális képzéseken vettünk részt. És én is úgy voltam vele, hogy én már nem szeretnék máshova, vagy ilyen képzéseken részt venni, majd megpróbálom valahogy másképp. Aztán a párom kezdte el hamarabb, én még akkor se csatlakoztam, majd egy pár hónap elteltével hallgattam a képzéseket, és azt mondtam, hogy ez az a hely, ahol én szeretnék tanulni és fejlődni. És mint a párom elmondta, ez már 2014 óta így van. Ez így is lesz, mert mi olyan tudást, módszereket kaptunk, amivel valóban az életünk minden területét helyre tudtuk hozni, és azóta is egyre boldogabb életet tudunk élni. Rengeteg fejlődésen, rengeteg felismerésen megyünk keresztül. Én sehol nem kaptam ennyi felismerést képzéseken, mint itt a PPH-ban. És a felismerések által tudunk igazából változni, változtatni. Egyébként még azt hozzátenném, hogy a Szedlacsik Miklós az előbb megmutatta kifelé a kamerával, hogy mennyien vagyunk. Ugye 11-től szeminárium volt, már azóta együtt vagyunk, és a hangulat azért ilyen magas és jó itt a teremben, meg a úgymond a műsorban is, mert hát ugye órák óta emelkedik, nem lehet más mondani, emelkedik, egy másik világban vagyunk, és most pontosan a díjmentes részét nézed ennek a szemináriumi napnak. Nagy szerencsét, hogy rátaláltál. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével Marianna kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. 93-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt a múltban. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője.
irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több 100 000 ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok 10 000 ember képzésében és vezetésében vett részt. Vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy ön is tartsa meg a mai előadást. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt néznénk, hogy mivel is foglalkozunk, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Hát egy faramúci egy világot élünk, gondold végig. És itt élünk, ugye Közép-Európában, és eddig volt egy járvány, nem? Legalábbis 2 éve folyamatosan itt járványkodnak, nem? Hát mi nem, járványkodás volt. És akkor most lehet egy háború, nem olyan rég, nem? És gondold végig, most azóta, mióta háború van, azóta jobb. Nem? Gondold végig, nem? Nem jobb? Hát már nem kell maszkot hordani, meg nem kell oltakozni, meg stb. Azóta sokkal jobb, mióta háború van. Nem faramúci egy világ, gondold végig. Előtte nem volt háború, akkor rosszabb volt. Mert akkor járványkodás volt. Most meg háborúznak, érted, itt a szomszédunkban nem messze, érted, és azóta jobb az élet, nem? Nem fura? Hát ki gondolta volna ezt, gondoltad volna? Hogy jobb akkor, mikor háború van, mint mikor nincs. Nem. Hát nem, hát rosszabb volt sokkal előtte, mikor nem volt háború, nem? Hát az elmúlt 2 évben sokkal rosszabb volt, mint most. Hát gondold végig, tavaly, meg tavaly előtt ilyenkor, mit csináltunk? Hát tavaly előtt bent rettegtek a lakásba, pont ilyen tájt. Ott rettegtek az emberek a lakásukba, nem? Ki sem mertek mozdulni. Hát mondjuk annyiból jó volt, hogy tök jó volt közlekedni az utakon. Nem? Nagyon élveztem, hogy alig van forgalom. De például tavaly is ilyenkor, javában mindenféle ilyen zárlat, olyan zárlat, ilyen maszk, olyan maszk, nem? Nem, hát ahhoz képest sokkal jobb. Hát most akkor mit akarjanak az emberek, járványt vagy háborút? Hát akkor azt mondjuk, hogy háború jobb. Hát most attól, hogy mit tudom én, mondjuk 50 millió embernek nem jobb, de 500-nak meg jobb. Nem? Hát lehet, hogy faramúci gondolkodás, de hát ez a tény, nem? Hát miért nem? Nem így van? Hát most egész Európának sokkal jobb, mint egy évvel ezelőtt. Persze lehet ilyet kitalálni, hogy most nincs járvány, de hogy nem, hát ugyanúgy vannak az adatok, ugyanúgy vannak a halálozási statisztikák, minden ugyanúgy van, csak nem annak hívják most, aminek tavaly hívták, vagy tavaly előtt. Jó, tehát erre azt mondja valaki, hogy ez nem faramúci világ, akkor milyen faramúci világot akar? Nem? Érdekes egy világban élünk. Hát ha most valaki azt mondja, hogy nem kell valami olyan tudás, ami által jobban átlátja
a világot, érted? Hát akkor nem tudom, mi kell neki. Hát ha most az elég, hogy hát vezessük jobban az életünket, hát akkor befizetek, hogy az most elég. Hát ha valakinek azt mondják, hogy vezessük jobban az életünket, és közben meg ijeszgetik őket nyakra főre, jobban fog menni az életük? Biztos, hogy nem. Na nézzük meg akkor, hogy mitől is függ egy embernek az, hogy boldogan tudja az életét élni. Ugye ennek van 5 plusz 1 feltétele. Régen beszéltem róla, éppen itt az ideje, hogy megint beszéljek róla. Ez az 5 feltétel a következő. Az első, hogy az ember boldogan élhesse az életét, érdekes, hogy erről az elmúlt 2 évben alig beszéltem. Pedig előtte rengeteget. Valahogy elvitt engem is ez a sok minden. Legalábbis a gondolataimat. Tehát a legelső az, hogy szeretetben élj. Szeressenek, és te tudjál embereket szeretni. Ez az első. Tehát a boldogság első és legfontosabb feltétele, tehát ez az 5 plusz 1 feltétele, ez egy sorrend, ez egy sorrendiség. A legfontosabb a szeretet, hogy az ember szeretetben éljen. Hát most, ha nem élnek szeretetben tőlünk 1000 kilométerre, vagy 500 kilométerre, vagy akármennyire, hát az ő bajuk, nem a miénk. Nem? De attól 500 vagy 1000 kilométerre alább miért lehetne szeretetben élni, nem? Na most a második legfontosabb dolog, ami a boldog élethez kell, az a szabadság. De van egy, tényleg nem beszéltem erről 2 éve, hát is komolyan, hihetetlen, de hogy miért nem? Hát csak azért, mert ugye van egy érdekes dolog itt a szabadsággal kapcsolatban, hogy az emberek, ugye ezt tudják a pszichológusok, és ezt be is vezették, hogy az emberek képesek a szabadságukat föláldozni a biztonságukért. És a biztonság nincs benne a boldogság 5 feltételébe. Hoppá! Nincs benne. És mégis az emberek feláldozzák a biztonságukat, ért, tehát a biztonságukért a szabadságukat. Na nézzük, tehát volt ugye az első a szeretet, a második a biztonság. Második a szabadság, bocsánat, nem a biztonság, szabadság, majd belekeveredek. A harmadik az az elismerés. Össze fogjuk tudni szedni az 5-öt? Olyan rég beszéltem róla. Harmadik volt az elismerés? Jól emlékszem? Nem az a negyedik volt? Egészség volt a harmadik. Úgy van, mondom, valami nem stimmel. Olyan rég beszéltem róla. A harmadik az egészség. Sőt, az a második volt, bocsánat. Szeretet, egészség, szabadság, tehát ez volt a sorrend, egészséget elfelejtettük. Legalábbis én. Jó, tehát szeretet, egészség. A harmadik a szabadság, negyedik az elismerés. Beszéljünk egy kicsit az elismerésről. Hogy képes legyél elismerést adni másoknak,
és kapni másoktól. De figyelj a sorrendre. Tehát adj, hogy kaphass. Oké? Egyébként az öt létszükséglet egyike, az elismerés szükséglete. Hát gondold végig, mikor nem ismernek el, vagy netántán leértékelnek, hogy érzed magadat? Mondhatja az ember, hogy szarul, de büszkén tudod. Bocsia, de hát ezt mondja a mondás. Szóval, ugye itt van négy feltétel. És van egy ötödik feltétel, az az elég pénz. De csak ötödik feltételként. Nem első, nem második, nem harmadik, nem negyedik, ötödik. Tehát a boldogság ötödik feltétele az elég pénz. Hol a biztonság? Már számítasz arra, mert az előbb azt mondtam, hogy 5 plusz 1. Tudod, hát ha az 5 plusz 1 az a biztonság. Nem. Az 5 plusz 1 az, hogy jól érezd magad a bőrödben. Érted? Ez az 5 plusz 1. A plusz 1. Ez a hatodik. Hogy jól érezd magad a bőrödben. Tehát jó hangulatba, jó kedvűen éld az életedet. Hol a biztonság? Fasorba sincs. Tudod miért? Mert a biztonság az nem kívülről fakad, hanem belülről fakad. Az van biztonságban, aki biztonságban érzi magát. Tehát a biztonság érzet az egy érzés. Érted? És ha te szeretetet adsz, kapsz, ha van egészséged, ha van elismerés, nem, ha van szabadságod, ha van elismerése, amit tudsz adni, kapni, és van elég pénzed, akkor biztonságban vagy. Sőt, ha jól érzed magad a bőrödben, akkor biztonságban vagy. Érted? Tehát nem azért vagy biztonságban, mert beoltottak. Nem. Nem ezért. Hanem azért, mert adsz elég szeretetet, és kapsz elég szeretetet. Mert egészséges vagy. Egészséges embert nem kell beoltani. Érted? Mert szabad vagy, mert adsz elég elismerést, és kapsz elég elismerést, mert van elég pénzed, és mert jól érzed magad a bőrödben. Érted? Nem kell erre figyelni, amit én mondok. Nem. Csináld úgy az életedet, hogy akarod. Ha neked jó, hogy félsz, az nem az én életem. Az a tied. Érted? Ha neked kell a félelem az életedben, semmi gondom nincs vele, a te életed. Oké? Itt van, hogy mit is csinálunk. De abban benne van, vagy nincs benne, hogy miért is csináljuk, majd utána. Van a coach képzéseink, a coach egy szakma, azt jelenti a coach a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát egy coach képes arra, hogy kihozza egy másik emberből a legjobbat és a legtöbbet. Hát gondold végig, ha egy ember képes arra, hogy kihozza másokból a legjobbat és a legtöbbet,
akkor illő lenne, hogy ezt magából is megtegye, nem? Hogy magából is kihozza a legjobbat, meg a legtöbbet, nem? De nem a sportban, nem, nem. Hát akkor hol? Hát az életben. Az élet különböző területein, mondjuk ezeken a területeken. Kihozni magadból a legjobbat és a legtöbbet. Tehát itt van 10 életterület. Önmagad, párod, szülei, gyereked, mások, munkád, pénzed, környezeted, hatóság, illetve az Istened. De menjünk ide-vissza. Hogy képes legyél például, tehát ez a tudás képessé tesz arra, hogy jól bánj azon kívül, amit fölírtam, például van egy probléma az életedben, képes legyél megoldani. Vagy képes legyél megelőzni egy problémát, vagy képes legyél bármilyen élethelyzetet helyesen kezelni. Vagy képes legyél mondjuk célokat elérni, megvalósítani, sőt ezekben segíteni másoknak is, hogy ők is képesek legyenek ilyenekre. Tehát ha az embernek nincsenek gondjai, mert feladatai vannak, hát az a jó, ha nincs feladatunk, akkor miért élünk? Nem? Hát mi a értelme az életnek, ha nincs feladatunk? Hát az a élet értelme, hogy a feladatainkat elvégezzük, érted? És mindenkinek van feladata, csak legfeljebb nem tud róla. Mi a feladata? Hát amiért leszülettél, ott van benne a születési dátumodban, hogy mi az feladatod az életedben. Ott van benne. Érted? Mi a feladat? Az, amivel foglalkozol, érted? Az a feladat. Tehát, ha jön egy probléma, lehet problémaként kezelni, és lehet problémázni rajta, vagy van elég tudásod, és azt mondod, hogy na, ezt a feladatot mindjárt megoldjuk. Érted? És fogod, és más problémázik akár egy problémán hónapokat, vagy éveket, te meg megoldod pár óra, vagy pár nap alatt, vagy pár hét alatt. Érted? És meg van oldva. Miért? Mert tanultad, hogy hogy kell csinálni, és volt lehetőséged látni is ennek a gyakorlatát. Sőt, akár már gyakorolnod is előre. És ha az ember úgy működik, hogy képes problémamentes életet élni, ez elég furcsa, mert ha van elég tudásod, akkor nem lesz problémád az életedben. Képzeljétek el, 2010 óta nem találkoztam olyan problémával, amire ne lett volna megoldás. Oké? Tehát például tegnap is valaki egy olyan problémát tett elém, saját probléma, hogy azt mondtam, hogy eddig én nem éltem ilyen helyzetben, mint amiben most te vagy, tehát kerültél. És hát elmesélem, akkor úgyse tudjátok, kiről van szó. Ő meg úgy is tudja, hogy kiről van szó. Jó, tehát az az egyszerű helyzet, hogy az anyós a kölcsön adott pénzt. Nem kis összeget, hanem nagy összeget ugye a vejének meg a lányának. És az anyósa most kéri vissza a pénzt. És hát ehhez föl kellene venni hitelt, hogy vissza tudják adni. És mondtam, hogy én nekem nem volt ilyen problémám. Én megmondom őszintén, meg is mondtam, hogy én ebben nem is akarok tanácsot adni, meg nem is szeretnék tanácsot adni. Mert ugye ilyen helyzetet mindenkinek saját magának kell megoldani, de én
ebben a helyzetben azt tenném, hogy beszélnék a saját feleségemmel, hogy beszéljen az édesanyjával. Érted? És valahogy ezt a problémát úgy oldják meg, hogy ezért a gyerekeknek ne kelljen felvenni hitelt. Mert nem kis összegről van szó, mert 10 milliókról van szó. Érted? Tehát 10 milliókról. És én ezt javasoltam neki. Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy mert ez bevált, hogy kommunikációval át lehet hidalni problémákat. De egyébként megkérdeztem, csak úgy kérdésként, hogy ki kényszeríthetne arra rá, hogy fölvegyél hitelt. Mondom, a bank, tehát mondom, én inkább az anyósomnak tartoznék, mint egy banknak. Tehát azért mondtam dolgokat, nehogy félreértsétek. De ilyen helyzettel még ugye én így személyesen nem találkoztam. És mondtam, hogy én mondom, inkább anyósomnak tartoznék. És mondom, ki kényszeríthetne rá arra, hogy te fölvegyél hitelt. Hát erre azt mondja, hogy hát gyakorlatilag, hát ők. Hát de ki? Hát a feleségem, meg az anyósa. És hogy? És mondom, hogy kényszeríthetnél? Hát szóban. És mondom, azon kívül, hát másként nem. Hát mondom, próbáljon engem valakit szóban kényszeríteni. Megpróbálni meg lehet, de hogy eredménye nem lesz, az hót biztos. Jó, tehát ezt most csak azért mondtam példaként, hogy most gondoljátok végig, mindenre van valami megoldás. Mindenre. Olyan nincs, hogy nincs megoldás. Érted? Tehát a mai világban mondjuk eladósodni nem egy jó ötlet. Tehát ennél bizonyt a világban a második világháború óta nem éltek emberek itt Európában, érted? És itt nem csak Magyarországról van szó, hanem szerte a Európában ugyanez a helyzet, érted? Olyan bizonytalan világ van, hogy valami hihetetlen. És hát az embernek mi a megoldás? Hát az a megoldás, hogy ha van egy probléma, akkor lehetőleg ne legyen belőle még nagyobb probléma, mert ugye ha fölvesznek hitelt, akkor még nagyobb probléma lesz. Vagy pedig megelőzze az ember a problémát, nem? Vagy ha lehet, akkor megoldják azt a problémát. Tehát most gondold végig, mit tudom, mondjuk egy szülők kölcsön adnak pénzt, és utána nem tudja a gyerek visszaadni. Mit fog a szülő csinálni? Bepereli a gyerekét? Ki van csukva? Ki van csukva? Írja le veszteségként. Nem? Vagy ha erre nem gondolt, akkor mi adott kölcsön? Nem? Hát, hogyha az ember kölcsön ad a gyerekének, és nem tudja veszteségként leírni, hát akkor az elég nagy baj, nem? No, szóval lényeg az, hogy tudás, 2010 óta nem volt olyan probléma, amit ne lett volna megoldás, érted? Erre is van, de mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja. Tehát vajon a mai világban szükséges-e a megoldás? Igaz, ráprüszköltél rögtön, tehát ez tényleg így van, szükség van rá. Tehát ez a kulcs,
hogy megoldást adni az emberek számára. Érted? Tehát nem... tehát nem feltételt vagy lehetőséget, hanem megoldást. Tehát nem egy olyat, hogy tanulj ilyen dolgokat, és akkor hát ha meg tudsz oldani dolgokat. Hanem ha úgy csinálod, meg fogod oldani. Érted? Tehát az én életemben már elég hosszú ideje nincsenek problémák, csak feladatok. Érted? Pedig másnak azok a problémák, azok igencsak problémákat okoztak volna. De mivel vannak ismereteim a problémák megoldására, most gondoljátok végig, több megoldásom van a problémára, mint mondjuk nem egy problémára, a problémáitokra, mondhatnám azt, mint ahányan vagyunk mondjuk itt a teremben. Érted? Képzeld el, van egy olyan anyagom, amit gyűjtök 12 éve, ami csak arról szól, hogy bizonyos dolgok, bizonyos problémákat hogy kell megoldani. Ez az anyag jelenleg most Word-ben kb. 400 oldal. Érted? És ha esetleg fejből nem jönne mondjuk egy problémára megoldás, akkor ott meg tudnám keresni. Az egészségre is, tehát az egészségügyi problémákra körülbelül megint ugyanennyi megoldásom van. Érted? Olyan 400 oldalnyi körülbelül. Tehát az egészségügyi problémákra. Tehát azok nem egészségügyi problémák, amiről az imént beszéltem. Azok az élet egyéb területei. És van az egészség, arra megint van külön, körülbelül ennyi. És akkor ezeket tudom mondani, hogy tudom tanítani. Érted? Tehát nem csak mint probléma, megoldás jelentkezik, hanem tudom tanítani az embereknek. És akkor ugye lehet kérdezni, hogy hogy jön ki a 9 év. Tehát az azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal több a tudás, mint amit el tudunk képzelni, vagy el tudtok képzelni, én el tudom képzelni, de ti el tudtok képzelni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az aranykorhoz már megvan a tudás. A létszám nincs meg. Érted? És az a helyzet, hogyha az emberek olyat tanulnak, ami nem viszi őket előrébb az életükben. És ez az előrébb haladás, ez tudod micsoda? Ez nem azt jelenti, hogy ugrasz egyet előre. Hanem ez azt jelenti, hogy mondjuk innen indulsz, és akkor szépen, mint a tyúklépést tudod. Haladsz előre, lépésről lépésre, lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Tehát emberek azt gondolják, hogy mit tudom én, innen egy ugrással előre lehet haladni. Nem lehet. Nincs ugrás, érted? Nincs. Nem lehet előrébb ugrani az életedben. Az árnyékodat ugod már át. Nem tudod átugrani az árnyékodat. Még átlépni se tudod. Tudod, mi az árnyékod? Az önmagad. Maga az árnyékod, az az önmagad. Tehát az az önmagad az, ami visszafog téged az életedben. És ha önmagadon nem vagy képes fejleszteni, akkor nem fogsz fejlődni. Érted?
És az nem az, nem az a fejlődés, amikor megmondják neked, hogy itt vagy A-ban, és neked B-ben kéne lenni. És szívd föl magad, legyél tele önbizalomba, és eljutsz B-be. És akkor az emberek felszívják magukat, érted? Volt egy olyan film, hogy hát szívd föl magad, hát szívom, szívom, de nem megy. És nem tudom, mi volt a film címe, mindegy, de most eszembe jutott ez a film részlet. És lényeg az, hogy úgy lehet oda eljutni B-be, hogyha az embernek pontos módszerei vannak. Nézd meg a szakmádat. A szakmádban, ahol megoldásokat kell létrehoznod. Érted? Ahol te megoldasz dolgokat olyan szakmára. Tehát ne olyanra gondolj, ahol ilyen GPS-en dolgozol. Például, mit tudom, mondjuk egy villanyszerelőnek azt mondják, hogy hú, nem működik a villany, és mire befejezte a javítást, azóta működik a villany a házban, érted? És az azt jelenti, hogy megoldása volt rá. De ha nem ért hozzá, nem tudja, mihez kell nyúlni, nem tudja, mit kell csinálni, nem jut el oda, hogy újból világítson minden a házban, érted? És működjön az áram. Tehát az azt jelenti, hogy ahhoz érteni kell, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Lehet, hogy te nekiállsz, érted, és 5 perc után nagyon csap az áram. Nem? Mert nem értesz hozzá. De ő ért, és őt nem fogja nagyon csapni az áram. Tehát lényeg az, hogy az embernek szüksége van megoldásokra, és minden helyzetben, ami szembe jön, és a szembejövés azt jelenti, hogy vagy hátra akar tolni, vagy meg akar állítani. Tehát ahhoz, hogy például ne toljon valami hátra, elég sunga kell előre haladni, nem tudom, világos-e. Tiszta fizika. Tehát, hogyha valaki nagyon lassan halad előre, tehát nagyon piciket halad előre, jön egy szemből egy megállítás, nem megállítás, szemből egy energia, hát visszaveti. Érted? Már az a jobbik eset, ha megállít. De ha te kellő energiával haladsz előre, nincs, ami megállítson. Érted? Mert a te hatásod az erőteljesebb, mint az ellenhatás. Tiszta fizika. És ha az életedben nem úgy haladsz, ahogy kellene, az azt jelenti, hogy lassan haladsz előre, és jönnek a megállítások, jönnek az ellenenergiák, nem megállítások, ellenenergiák, és visszatolnak. Így működik az élet. És ahhoz, hogy ne így működjön, az embernek nagyobb energiát kell beleadni a saját fejlődésébe. És tényleg fejlődni kell. Tehát a tényleges fejlődés azt jelenti, hogy egyszerűen vannak módszereid, adott helyzetben is megoldott. És mi van, hogyha egy olyan helyzet van, amire nincs módszered? Hát akkor vannak itt személyek, akik adnak módszert. És ha esetleg ő se tud adni, mert ő se találkozott vele, akkor lesz olyan személy itt, aki tud adni. Mint tegnap is volt, hogy föltette ez az illető ezt a problémát, tudod, a anyós meg a hitel kérdést. És ugye rögtön az volt a válasz, hogy nem szeretnék erre, és nem is akarok erre válaszolni. De közben megjött a válasz. Érted? Hogy akkor beszéljetek együtt egymással a feleségeddel, beszéljetek meg, és ő beszéljen a saját anyjával. Oké? Okay. Tehát lényeg az, hogy kell a módszer minden előrelépésbe. És, de miért kell ez? Tehát olyan jól el voltunk tudás nélkül, nem?
Hát miért? Gondold végig, mikor kezdtél el a saját személyes fejlődéseddel foglalkozni? Én tudatosan 91-ben, nem tudatosan 87-ben. De a legtöbb ember még el se indult a saját fejlődésében tudatosan. El se indult. Na most miért kell? Hát eleve egy olyan világ van, ahol nehéz boldogulni tudás nélkül. És nem, ez nem könnyebbedni fog, előre mondom, nehezülni. Tehát ha most nehéz, akkor nézd meg. Tehát 3 évvel ezelőtt könnyebb volt. Még 2 évvel ezelőtt is könnyebbnek tűnt. Sőt, még 1 évvel ezelőtt is könnyebbnek tűnt. Most nehezebb. Miért? Mert például úgy elindult a pénzed elinflálódása, amit rég tapasztalhattál, sőt, fiatalként sose. Sose tapasztaltál. Mert utoljára ilyen jellegű infláció 94 környékén volt. És azt még te lehet, hogy gyerekként élted meg, aztán nem is emlékszel rá. Szóval lényeg az, hogy nehezülés van. És lehetne még itt sorolni, hogy miért. De ez csak rész dolog. Itt van egy ennél sokkal fontosabb dolog. Tehát ugye egy embernek van egy feladata, azt rájöhet arról, hogy mi a születési dátuma, de van egy küldetése is. Küldetése, amiért születtünk. Tehát mindenki azért született, hogy bekerülhessen, visszakerülhessen oda, ahonnan jött. Na most, tudod ez milyen? Ez a földi lét, a jelenlegi földi lét olyan, mint mikor valaki hosszabb időre börtönbe kerül. A hosszabb időben eltöltött börtönfilmekből láttam, csak hála Istennek. Az azt jelenti, nem egy ilyen filmet láttam, ahol mindenütt ezt mutatták, hogy a hosszabb börtönben eltöltött idő után, akik kikerülnek, azért kerülnek vissza a börtönbe, mert nem tudnak magukkal mit kezdeni a civil életben. Estim, láttál már ilyen filmet? Oké? Tehát ez egy emberi tulajdonság, hogyha az ember hosszabb időt tölt el olyan helyzetben, ahol nem eléggé szabad, és nincs eléggé magára utalva, akkor az ember, ha kikerül egy olyan környezetbe, ahol kellő szabadság van, és magára utaltság van, akkor onnantól kezdve az egyén nem tud magával mit kezdeni. És tudod, ez a baj a reinkarnációval. Az a baj, hogyha valaki leszületik a földre, és egy olyan életet kezd el élni, ahol ő nem élhet szabad életet. Tehát mit jelent a szabad élet? Oda mész, ahol akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Ez a szabad élet. Na most, ha nem élhet szabad életet, akkor egy idő után nem is vágysz a szabad életre, érted? Tehát most gondold végig, a börtönben, aki hosszabb időt letöltött, ő nem úgy született, hogy azt mondta, hogy háj, de jó, én börtönben fogom az életem jó részét leélni. Nem? Senki nem született így. De mégis oda jutottak, hogy az életük nagy részét a börtönbe élték le. Sőt, nem is tudnak már máshol élni, csak börtönbe. Érted? Ugyanis a Föld, lehet, hogy ez durva lesz, börtönbolygó.
Érted? Nem tudjuk elhagyni a Földet. Nem véletlenül, még a Holdra sem mennek föl, érted? Na most állítólag a Holdra utazás is kamu volt. Állítólag. Szóval, hát ugye, ha megnézzük csak a zászlót a Holdra utazásnál, hogy állhat így a zászló? Meg még így ilyen hullámosan is. Hogy? Na mindegy. Tehát egy zászló az fogja és lóg, nem? Hogyha van egy, a Holdnak is van egy vonzása. Tehát lóg, nem áll. Most arról a zászlóról beszélek, amit kitűztek, tudod? A Holdon. Az amerikaiak. Azt kitűzték, és annak így lógni kellett volna. És miért áll? Műanyag zászló? Vagy mi a manó? Érted? Hát nézd meg a fényképeket a Holdra szállással kapcsolatosan. Az a zászló az, és ilyen hullámos. Hol? A Holdon nincs szél. Tehát nincs légkör, ott nincs szél, érted? A Holdnak nincs légköre. Hogy? Jó, tehát csak egy dolog, egyetlen egy dolog, amire valahogy az emberek nem figyeltek fel. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Szóval nem hagyhatjuk el a földünket, ami azt jelenti, hogy ha nem hagyhatja el az ember a teret, azt úgy hívják, hogy börtön, nem? Például, te nem hagyhatnád el a lakásodat, akkor a lakásod lenne a börtönöd, nem? Ez ennyi. Na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot. Itt van élünk egy börtönbolygón, nem hagyhatjuk el, és akkor így jól megszoktuk ezt, nem? Gondold végig, azt csinálod, mint a börtöntöltelékek, hogy nem akarnak élni a szabadsággal. Érted? Hát most itt van ez a Föld, majd azt mondják a gazdagok, hogy ők majd utaznak a Marsra, meg utaznak a Holdra, meg össze-vissza, lehet itt már telkeket olyan helyeken vásárolni, van a hülye, aki ki is fizeti, tudod. És a Földet meg nem lehet elhagyni, érted? Ami azt jelenti, hogy lehet ilyenekről fantáziálni, meg lehet ilyeneket tervezgetni, de úgyse lesz belőle semmi. Tehát ezt a Földet egyféleképpen lehet elhagyni, ugye? Úgy, hogyha például meghaltál. Hát akkor lelked elmehet a Marsra, vagy elmehet a Vénusz, nem Marsra, Marsba, vagy a Vénuszba. Elmehet oda. De azt is úgy, hogy átkísérnek, hogy oda eljuss. Nem magadtól mész oda. Tehát oda nem tudsz elmenni magadtól. Elkísérnek oda. Más lelkek. Jó? Tehát így tudod elhagyni. Vagy el lehet hagyni az aranykor után. Tehát ha az aranykorban elérted azt, ami az aranykornak a célja, hogy képes legyél szeretetben, békében, boldogságban együttműködni másokkal. Érted? Úgyhogy ismered az etikát, úgyhogy ismered a feltétel nélküli szeretetet, oké? Úgyhogy tudod, hogy nem fognak átvágni, érted? És tudod, hogy nem fogsz átvágni senkit. Hát most gondold végig, itt van egy aranykor, aminek be kellene köszönteni 2035-re, ahol már nem lenne elnyomás. Nem lenne háború. Nem lenne Covid. Jaj, de sajnálnánk. Gondold végig. Nem lennének elnyomók. Nem lenne szükség kormányra. Na, erre vagy gombot.
Oké, nem lenne szükség polgármesterekre. Na, erre van gombot. Mindenki tenni a dolgát, és még pénzre sem lenne szükség. És mindenki mennyi dolgát tenni? Napi 2-3 órát kellene tevékenykedned a dolgoddal, és ugye maradna, mit tudom én, a pihenés, alvás, maradna az életed, és maradna tanulásra időd. Érted? Fejlődésre időd. Elnyomásmentes fejlődésre. Ahol nem nyomnak el, mert ha az embert elnyomják, úgy tanul, akkor visszaesik. Tehát az azt jelenti, hogy bármilyen képzésen valaki részt vesz, és kap utána egy elnyomást, olyan, mintha nem is tanult volna semmit. Érted? Utána megint fölküzdi magát, majd megint kap egy elnyomást, megint olyan, mintha nem történt volna semmi. Most gondold végig, ha elvégeztél egy iskolát, ahol tanítottak egy szakmát, és ha a szakmát úgy gyakoroltad volna, hogy közben rendszeresen elnyomtak volna, a szakmádat sosem tanultad volna meg. Tehát mondjuk egy olyan munkahelyen dolgoztál volna, ahol lett volna egy olyan főnök, ahol folyamatosan elnyomott. Emiatt fogtad, úgy otthagytad volna azt a szakmát, hogy csak úgy fütyül, és soha nem tanultad volna meg. Világos voltam. Tehát az elnyomás miatt az ember nem képes arra, hogy bármit elsajátítson. Világos ez? Tehát gondold végig, például hány olyan hölgy nőtt föl az édesanyja mellett, aki bevonta például a sütés-főzés a házi munkába a kislányát. Ezáltal a kislány úgy nőtt föl, hogy sütni, főzni, házi munkát, bármit megcsinál, ugyanúgy, mint az anyja megcsinál. És hány olyan nő úgy nőtt föl, kislány úgy nőtt föl, hogy az anyja azt mondta, hagyjál már, olyan ügyetlen vagy, nem kell, hogy azt csináld. Ne csináld, nem engedte, hogy a kislánya segítsen. Érted? És most kiválóan tudja a házi munkát csinálni? Na, arra én befizetek. Arra én befizetek. Felnőttként tanulgatja a házi munkát. Érted? Felnőttként. Most már lehet, hogy tudja tanulni, de nem kap elnyomást. Mert az egy elnyomás, hogy leértékelnek. Leértékelték a kislányt. Érted? Nem tudta megtanulni. És ugyanígy a fiúknál. Ugyanez. Hogyha az apja bevonta, vagy nem vonta be. Vagy elzavarta. Érted? Semmit nem lehet megtanulni akkor, ha elnyomást kapsz. Érted? Semmit nem lehet elsajátítani akkor, ha elnyomást kapsz. És ha te rendszeresen kapsz elnyomást az életedben, hogy akarsz fejlődni? Hogy? Na, arra vagyok én kíváncsi, hogy azok, akik beszedik az emberektől a pénzt, vajon ezt tanítják? Csak ezt a pár mondatot, amit most az imént elmondtam. Hogy nem tudsz úgy tanulni, hogyha elnyomást kapsz. Nem tudsz úgy elsajátítani dolgokat, ha elnyomást kapsz. Hát gondold végig, akkor nem mennének tanulni az emberek. Nem? Akkor hogy keresnének pénzt azok, akik tanítanak? És akkor nálunk mi erre a megoldás? Hát, hogy minél kevesebb olyan helyen vegyél részt az életedben, ahol elnyomást kapsz. Érthető ez? Ha most rendszeresen elnyomok a munkahelyeden, keres egy másikat. Érted? Addig, míg esetleg nem, a PPA szervezésből nem keresel annyit, hogy megélj. Érted? Akkor addig kell, hogy legyen foglalkozásod.
Tehát a PPR szervezés eredményeiből nagyobb eredményt lehet elérni, mint bármiből, mert ezt én megtapasztaltam. De akkor is, ha van tartalékod, az egy más kérdés. Persze. És van hosszabb idő, nem egy hónapra tartalék. Egy hónap tartalék, az nem tartalék. Oké? A hosszabb időre van tartalék. Jó, de hát, minek kell az aranykor? Miért vagy itt? Miért vagy itt a bolygón? A bolygón azért vagyunk, hogy visszakerülhessünk onnan, ahonnan jöttünk, egy magasabb létformába. Egy magasabb létforma, ami annyira szabad, hogy gondold végig, a lélek, a lelked arra képes, ha nincs bezárva a testbe, márpedig ugye ezt is meg fogod tudni tanulni, tehát hogy ne legyen bezárva a tested, testbe a lelked, majd nyilvánhol legkorábban az aranykorba. Tehát meg tud azt csinálni, nem a földről, mert a földről nem léphetünk ki. Tehát, hogyha elkerülsz innen a földről, akkor meg tud azt csinálni, hogy a lelked, mondjuk, ha neked arra van dolgod, hogy mondjuk 2000 fényévnyire legyél egy pillanat múlva, akkor a lelked 2000 fényévnyire van egy pillanat múlva. Ott, ahol dolgod van. Érted? Tehát a léleknek nincs szüksége időre és sebességre. Érted? Mert a lélek az a pillanat műve alatt közlekedik a térben. Érted? A gondolat sebességével közlekedik. Tehát, hogyha ő azt gondolja, hogy ott van az a, mit tudom én, az a naprendszer, és azon van, mit tudom én, az az X bolygó, és az X bolygó legyek a következő pillanatban, akkor a következő pillanatban ott van. Érted? Na, akkor ez véletlenül nem szabadság? Tehát a földi szabadság, az nem szabadság. Az arra jó, mint a börtön. Érted? Arra jó, hogy ide ragassza az embereket. És azt gondolják, hogy hát a börtönben itt jól el vagyok. Csak ezzel kapcsolatban kapunk egy nehezítést. Tudod, mi a nehezítés? Hogyha itt 2035-ig nem lesz aranykor, akkor kimentik azokat, akik megérdemlik, és a többiekre meg rárobbantják a bolygót. És utána meg összeszedegetik a lelkeket, mert az halhatatlan, és viszik ki az univerzum szélén lévő olyan bolygóra, ahol az élet létre van hozva, de azon kívül más nem. Nincsenek házak. Érted? Nincsenek. Nincs mobiltelefon. Nincs számítógép. Esetleg barlangok vannak. De hát nem tudom, hogy fogsz például a tüzet is gyújtani, ha nem tanítanak meg, mert ugye úgy születik le az ember, most gondold végig, hogy gyújtottál volna tüzet, ha nem tanítottak volna rá? Magadtól mikorra jöttél volna rá arra, hogy hogy kell tüzet gyújtani? Főleg úgy, hogy nem adtak volna a kezedbe gyufát. Vagy öngyújtott. Hogy tanultad volna meg? Sehogy. Világos az? Sehogy. És ugyanezt képzeld el, azon a bolygón, hogy oda kerülhetsz, vagy oda kerülhetnek az emberek, nulla tudással, mert ugye törölt tudással születünk, az inkarnálódás az törölt tudattal történik, és azt mondják, hogy jó, akkor boldogulj. Jó? És ha nagyon kegyesek, akkor azt mondják, hogy na jó, megmutatjuk, mondjuk 2000 év múlva úgy kell tüzet gyújtani. Mert ez földön körülbelül így volt. Érted? Hogy körülbelül 2000 évig még tüzet se tudtak gyújtani. És
És akkor néha belecsapott egy-egy villám a valami fába, érted, és akkor őrizték a tüzet. Hát még benne van a nyelvünkben is. Nem tudtak tüzet gyűjteni. Voltak olyan emberek, akik a tűzőrzéssel foglalkoztak. Főleg gyerekek, meg stb. Érted? És őrizték a tüzet. Tehát nem olyan régóta tudunk tüzet gyűjteni. Szóval gondoljátok végig. Miért? Hát nem egy képzésben beszéltem már arról, hogy itt vannak a föld mélyén olyan entitások, akik miatt ezt meg kell csinálni. Tehát vagy felemeljük a bolygó rezgését, mi emberek, és ők önként távoznak a bolygóból, vagy nem emeljük föl a rezgését a bolygónak, ők itt maradnak, és nem tudnak velük mit csinálni a fentiek, meg mi se emberek. Nekünk el kell hagyni a bolygót, ővelük meg, hogy kezdjenek valamit, rájuk kell a bolygót robbantani. Érted? De ez nagyon egyszerű, mert utána fogják, ezt összefogdossák az emberi lelkeket. Hát ez ugyanaz, volt egy özönvíz, vagy egy tűzözön, vagy bármi, bármilyen a hétcsapásból bármi a bolygón, ugyanaz volt, hogy szépen összefogdosták utána a lelkeket, és vitték a Vénuszba, vagy vitték a Marsba. Vagy egyeseket esetleg a Holdba. Tehát ez mind ba. Nem ra, ba. Jó? És ez nem fantazmagória, hanem ez így működött, meg így fog működni. És vagy felemeljük a bolygó rezgését, de ahhoz az kell, hogy az élethelyzeteinket helyesen kezeljük, és etikusan működjünk. Hát vagy ez a föld útba van, így, ilyen formában útba van a fentieknek. Világos ez? És ez jó, örüljünk neki, hogy 2012-ben nem történt meg év végével. Oké? Mert a 2013-at már igazság szerint nem kellett volna ennek az emberiségnek megélni. De mégis itt vagyunk. Miért? Mert van esély az aranykorra. 2010-ben már ilyen típusú képzésekkel foglalkoztunk. Lehet, hogy ezért nem lett Armageddon. Világos ez? Ezért nem lett világvége. Simán. Mert már ilyen témákkal foglalkoztunk. 2010-től. Kérdezték is annak idején tőlem, 2012-ben, hogy lesz-e világvége? Mondom, nem. Mondom, ha lenne, szólnának. Tényleg, kik a fentiek? Jó? No, szóval, mint egyszer volt, hogy nézek egy videót, ahol arra ijeszgetett egy spirituális ember, egy eléggé ismert egyébként, hogy mindenki vásároljon be, mert ilyen-olyan, amin hány napig ilyen sötétség, meg mindenféle lesz, és akkor így mondom a nejemnek, hogy nézd már, mit láttam. És akkor megkérdezte, és akkor egy kicsit úgy mondtam neki, tudod, hogy nem kéne valami ilyesmit csinálni, és azt mondja, te, mondták neked, hogy ilyen lesz? Akkor kaptam észbe. Nem! Tényleg nem mondták. Akkor még gondolod, hogy esetleg ennek van esélye? Jaj, mondom, tényleg. A nejem mondta. És így észbe kaptam, na nem is lett semmi probléma, érted? Nem, áll a Istennek, nem csináltunk semmit. De tényleg nem kaptam ebben kapcsolatban információt, hogy bármit is kéne csinálni. De képzeljétek el, hogy még engem is a múltban ilyenekkel tudtak befolyásolni. Érted? És most azóta, mióta ezt a nejem mondta, bármi ilyen van, csinálok egy kérdezést, megkapom a választ, és akkor az élet megy tovább. Érted? No, szóval lényeg az, hogy aranykor lehessen. Tehát most itt van ez a bolygó. Azért még annak ellenére, hogy pusztítják elég szépen, azért nekem tetszik. Nem tudom, hogy vagy vele. Neked tetszik ez a bolygó? Nem kéne megmenteni? Nem gondoltál rá? De azzal, hogy az ember tudatosodik. Nem? Mert csak azzal lehet a bolygót megmenteni, hogy az emberiség tudatosodik. Nem? Tehát a azt jelenti, hogy az emberek személyesen tudatosodnak.
Nem így van? Na mással mivel? A többi az mind kagu. Tehát ez a, mit tudom én, járjunk villanyautóval, ez akkora kamu, de akkora kamu, érted? Mert még azt mondanak, járjunk hidrogénautóval, akkor még megérteném. Szóval lényeg, hogy van nekünk egy felső létformánk, onnan jöttünk, mint lélek, és oda kellene tartani. Ha neked tetszik ez a projekt, itt a helyed, ha meg nem tetszik, így jártál. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak a aranykor felé eltájékoztató előadást. Ismét új dolgokat is hallhattunk még mi is, nemhogy aki még külsős. Kis csendet még kérnék, még nincs vége. Köszönöm. Ha valaki még most néz minket először, vagy csak nézegeti a díjmentes részeket, akkor keressen egy PPH-st, aki segít neki, hogy elkezdje a képzést. Mert ennélkül a jövő eléggé képlékenyé válik. Itt meg lehet tanulni, hogy hogy kell viselkedni majd a jövőben, ezáltal ez a dolog nélkülözhetetlen, ha hiszed, ha nem. Facebookon van sok PPH-s, akik szerveznek, és ők is segíthetnek belépni, ahhoz tudsz csatlakozni, akihez akarsz. Ugye a képzések díja, azt kell mondjam, hogy nevetséges. Ugye a Lurdi házban vagyunk, itt ma volt vagy ötfajta képzés. El tudom képzelni, hogy ott mennyit fizettek ki az emberek egyébként. Nálunk az első hónap az 19.700 forint, második hónap. Második hónap pedig 9.800 forint. És mindez árgaranciával. Hány óra? Első, ugye 30 óra. Tehát ez 660 forint az első hónapban, és 330 a második hónaptól. Ezért már nem kap semmit. Talán egy kapucsinót a benzinkúton körülbelül. Viszont ha nem tetszett, amit láttál és hallottál, akkor is nézze meg még előadásokat, és akkor sem tetszik, csak akkor mondjál le róla. Ezzel ez a mai szemináriumi képzésünk a végére ért. Annyi kötelességünk van még, hogy megköszönjük, hogy mi lettünk a házigazdák. Köszönjük szépen, Szedlacsik Miklósnak. Köszönjük szépen. És akkor még vannak programjaink, ugye, amikor lemegyünk a színpadról, akkor körbeállunk, megfogjuk egymás kezét, és lesz egy kis meditációszerűség. És ne felejtsetek el a szerda és vasárnap képzéseket. Próbáljátok meg minél hamarabb beépíteni az életetekbe, hogy élőben nézzétek. Mert így értek el, nagyon-nagyon sokat jelent. Jó. Köszönjük szépen, hogy házigazdánk lehettünk. Szeretünk titeket. Sziasztok. Köszönjük szépen, sok sikert mindenkinek. Szeretünk benneteket.